Terézvárosi lakosokat bemutató sorozatunkban ma Bach Szilvia, humorista, énekes, előadó művész, festőművész a vendégem. Szeretettel köszöntelek. Szia, szia, én is köszöntök mindenkit. Szomorú vagyok, hogy pont egy ilyen napon találkozunk, de hát apropója van a beszélgetésünknek, mert Szilvivel jókat lehet kacagni, jókat lehet humorizálni. De most nem az a nap van. Viszont neked most lesz ezen a héten itt kiállításod a MOHOZ-ba. Igen, a MOHOZ-ba lesz. Ez a Vörösmarty utcában van. És képzeld el, hogy egy éve festek, és ez a negyedik, és innen egyből megyek Pécsre. És annyira jó, mert talán azért, mert unikális a történet, mert én Mexikót festem, és azon kívül persze egy csomó absztrakt képem is van, de mivel ez elég érdekes lehet így európai szemmel, ez a színvilág, formavilág, aki látta itt ész mondjuk a kiállítást, az meghívja az ő városába. Tehát egy ilyen, már ilyen vándorkiállítást csinálok jóformán. Érdekes dolog, amikor egy művész felnőtt fejjel, aki teljesen más területen dolgozik, nekiáll és elkezd festeni. Ez nem csak rád jellemző, hiszen tényleg van nagyon sok művész, most Szabó Sipos Barna is felnőtt fejjel kezdett el, Szulák Andi is felnőtt fejjel kezdett el festeni, Bumbulucz Kitti Norvégiában, tehát tudnám mondani egymást, utána Alföldi Robi. Valami. Tehát azt gondolom, hogy amikor van egy ilyen művész vénája, az egy idő után úgy érzi, hogy valami másfajta kifejezési módra is szüksége van abba, hogy a belső, de hát nem mindenki alkalmas rá, hogy fessen. Te honnan jöttél rá arra, hogy egyáltalán ecsetet tudsz a kezedbe venni? Hogy megvannak azok a technikáid? Vagy egyáltalán, amikor most elkezdtél festegetni, abból mikor lett először festmény? De nem én gondoltam, hogy tudok festeni. Volt rá vágyam, tehát hogy csak azért, hogy kipróbáljak egy más művészeti ágat, hanem a gyerekem Dórinak jutott eszébe, és képzeld el, az egyik karácsonyra kaptam tőle egy olajfesték készletet, vászon ecset, minden. Jó, mondom, persze, tudod, hogy és mit, és ez a fogalmam nem volt, és így beraktam én így ezt az asztalfiókba. Aztán kijutottunk, mondom, egy éve festek, másfél éve festek, mondjuk ez egy évvel ezelőtt volt, amikor is kijutottunk Mexikóba ketten, de gyerekkel, és azt én neked nem tudom leírni, hogy milyen nagy szerelem. Tehát, hogy ott lenni, én azóta is mexikói dalokat hallgatok, a barátaim tudják, tehát ha születésnévnap, akkor van ilyesmit. Ugye én Chavala Vargas rajongó vagyok, ő egy énekes, olyan a latin kultúrkörben, mint európai kultúrkörben Edith Piaf, tehát egy ilyen nagyasszony, és az ő dalaival nyitom általában meg és akkor már társítjuk az éneklést, a kiállításokat, és akkor ahogy ott voltam, már fotóztunk, hogy jó, Dori, mert ő jobban fotóz, Dori, ezt kap le, azt kap le, úristen, ebből majd lesz egy kép, és minden este már úgy feküdtem le, hogy ezen járt az agyam, hogy mit fogok én majd itthon ebből csinálni. Ez valahogy így indult. Az első ecsetvonások, az első képek milyenek voltak? Az első egy absztrakt kép lett. Az is mexikói, absztrakt, nem? Az csak kísérlet volt, akkor még nem mertem. Már a fejemben akkor is megvolt, hogy mit szeretnék festeni, csak azt még nem mertem lefesteni. Kipróbáltam egyáltalán, hogy milyen olajjal. És akkor rájöttem, hogy egy büdös, kettő pedig nagyon nehezen szárad, és én mivel nincs műtermem, hanem lakásban festek, átváltottam az akrilra. És az valahogy nekem testhez állóbb. És utána nem sokkal, már így garmadával gyártottam. Tehát volt olyan, hogy egy nap két festményt készült-e, ahogy éppen bekattanok. Mexikó természeti csodáit, az embereket, a színeket, a tájakat, mit festesz meg? Mindent. Ezt, amit így mondtál. Van olyan, hogy Mexikó hangja, van egy olyan absztrakt képem, van olyan, hogy Mexikó színe, de Vargas-t lefestettem, Frida Kahlo-t, hát a drogról, csináltam egy Señorita drog, akkor megfestettem a föld, Mexikó, a maja földistennőt, ugye ott a dínya, a haja, a kukorica, dínya itt a korona, haj, kukorica, csili, szemöldök, és a négy elem is benne van, föld, levegő, víz. Hogyha
stílusba bele lehetne fogni a festményeidet, akkor az milyen egy, stílusú lenne? Ahogy én elkezdtem festeni, akkor három, úgy hívom őket a három muskétás, három festőművész egyből úgy rácsodálkozott, hogy én miket csinálok, és bátorítottak, és tanácsokkal láttak el, és szerették a képeimet, általában eljönnek a megnyitókra is, és egy riporter pont ezt kérdezte az egyik festőművésztől, Ág Gyula Mihálytól, hogy Szilvi, akkor most milyen kategóriába? Azt mondja, hogy nincs, nem tudja bekategorizálni. Ez Bach Szilvia speciális tolvaj nyelve a festészetben. Ez tolvaj nyelv. Igen. Tehát igen. Akkor innen is, onnan is használsz föl elemeket, és nem akkor tudom, nem, az ösztönös. Tehát nem, nincs, és nem is akarok megtanulni, mondták is, hogy Isten őriz. És még azt emelték ki, hogy elég különleges, hogy már megvan, tehát egyből meglett a stílusom, míg mások ugye tanulnak, és a tanulás által valamelyest ugye be, mint ami egy opera énekesnek be van rögzítve a hangja, nehezebben énekel jazz-t, tud természetesen, de hallott, hogy ki van művelve a hangja. És ugyanígy én nem akartam, nem akarok megtanulni semmilyen irányzatot, mert akkor abból nehéz kijönni, mint a főiskolások, és akkor rám egy 10 évük, míg a saját világukat megteremtik képileg. Mikor lesz a kiállítás? Ez most 25-én, este 6 órakor, melyik kamerával lehet mondani? Igen. Mondjuk abban, és nagyon sok szeretettel meghívok mindenkit. Vörös Marti utca, 47 Mósz székházában. Szilvi, itt élsz közöttünk Terézvárosban. Imádok. Ide születtem. Mit? Hát akkor olyan igazi lokálpatrióta. Én az vagyok. Mit szeretsz benne? Mert ugye, azt, hogy mi mit szeretünk, azt tudjuk, de te? Miért költöztél el? Elköltöztem egy időre, de aztán sikerült visszatalálnom. Az áporkai időszak igen, volt, amikor meg akartam tapasztalni azt, hogy zöldbe kert fűfavirág. Az egy állomás volt az életemben, 13 év, de amikor én ide visszaköltöztem, hát akkora volt az arcom, tényleg a kapun nem fértem ki, tehát hogy én újra itthon, hogy ott a 4-es, 6-os, hogy minden utcában tudok valakit, aki vagy ott lakott gyerekkorom, oda jártunk, minden házról van emlékem, tehát olyan, mint a tenyerem, tehát így ránézek és tudom, hogy az enyém. Ilyen nekem a 6. kerület, a szerelem. Egyébként ez egy érdekes dolog, mert az emberek nagy része elvágyik Pesthez közel levő területekre, kertes családi házba, és én emlékszem a Tápolkai házadra is, és egy tényleg egy nagyon-nagyon édes, hangulatos ház volt. Hát egy gyönyörű, nagy gyönyörű, igen, muskátlis, tehát az a tipikus, és akkor ezek után milyen furcsa, hogy azt mondod, hogy hazajöttem, és akkora volt az arcom az örömtől. Akkor is, amikor kiköltöztem. Tehát az az életemnek az is egy szerelmetes szakasza volt, mert emlékszem, hogy ahogy megérkeztem, tehát ki volt írva, hogy Áporka, isteni levegő, kapu, beállok, biztonságban van az autó, belépek a házba, a tornácon tudok üldögélni, süt a nap, zöld növény, kutya, macska, tehát annak egy valami hatalmas varázsa van. Az életszakaszom lezárult, nem kell kocsiba ülnöm, hogy bevásároljak. Nagy dolog. Nincs is autóm. Tehát én gyalog közlekedem, isteni dolog. Egy másfajta életstílusban lakni itt a belvárosban, minden ez így igaz, mert minden itt van. Minden, imádom. És azt tudja értékelni, aki már lakott kint, hogy milyen az, amikor mindenért be kell ülni a kocsiba. Mik a kedvenc helyeid itt? Vagy vannak-e kedvenc helyeid? Liszt Ferenc tér, az nagyon, azt imádom, mert az Adi szobor körül rohangáztunk Veres Erikával iskolatáskát félredobva, ott bujocskáztam, a Paulai Ede utcán mentem ugye a Labda utcába, az most Pető Sándor általános iskola, én oda jártam, a Terész templomban volt az esküvőm is, de hát oda rendetlenkedni is bejártunk azért a sekrestjébe. Nem tudsz olyat mondani, ami nem a kedvenc helyem, tehát most végig tudnám az összeset sorolni, és el tudnám mondani, hogy mihez milyen emlék fűz. Szereted-e a Hunyadi teret most? Én imádom. Hát én ott hintáztam, és a nagymamával ugye oda jártunk piacra, és volt kis kosaram,
És akkor, amikor már untam, hogy a mama megáll mindenkivel beszélgetni, akkor én ott hintáztam. Tehát és nekem most az, is. És gyönyörű most is. Igen. Az nagyon szép most is. Bár ugye nekem az nosztalgikusabb, amilyen volt. De hát ez sokkal rendezettebb. Azt gondolom, hogy tényleg szépen fejlődik, és hogyha már említetted, hogy te nem szeretted, hogy a nagymama megállt beszélgetni, te hát még nem vagy nagymama, ugye még nem. Unoka nincsen, de nagylány van, tehát elviekben azt mondom, hogy lehetne. Akár lehetnék is. Igen, mert én megyek az unokámmal kis kosárral, és annyira helyesek. Igen, úgyhogy szóval ez egy jó dolog. Megvan, ugye? És hogyha én úgy járnék, hogy én is tudnék beszélgetni, szívesen beszélgetni, beszélgetsz az emberekkel itt? Hát, hogyha... Erre akartam kiukadni. Megmondom őszintén, mennyire vagy leszólíthatós típus? Mert leszólítható is... vagyok, attól függ, hogy ki és milyen stílusba szólít le, természetesen. Vagy hogy sietek, vagy nem sietek, de például a piacon isteni volt a régi ház, mert én a Lenin körút 66-ban laktam, ami most Terész körút 8, és most is a Terész körúton lakok, csak nem a 8-ban, kicsit odébb, és a Lenin körút 66-ból egy néni, akivel egy emeleten laktam gyerekkorom óta, a piacon találkoztunk, és akkor már elkezdtünk beszélgetni, akkor megint megjött egy ismerős néni. Tehát annyira jó, hogy ennyi év eltelt, de én még össze tudok futni itt ismerősökkel. Tehát mégiscsak egy nagy falu ez a közösség. Igen. Egy picit az egyéb művészeti ágakat hozzuk szóba, ne hanyagoljuk el, hiszen egy kiváló énekesnőről van szó, és egy remek humoristáról. A humort miből táplálod? Honnan szeded a témáidat? Mennyit változott a te humorista vénád az elmúlt időszakban? Ez nagyon jó kérdés. Nem gondolkodtam rajta. Most, ami eszembe jut, a paródia, tehát hogy ahogy kiket tudok utánozni, az lecsökkent, tehát nullára. Tehát miért nincsenek volt, olyan nincs, személyiségek? Vagy én nem vagyok nyitott, tehát ez oké, mert egy jó pár humoristával, parodistával beszélgettem, nekik is így gyerek és kamaszkorba gyűlik össze egy bizonyos mennyiség, és utána már úgy nehezebben. Én most kitaláltam Jolika című figurát, ez megy a rádiókabaréban, ez egy cigányasszony, akivel itt történnek dolgok meg a családjával, és elég nagy sikere van, úgyhogy már az utcán is megállítottak, úgyhogy jaj, a Jolika. Tehát ezt találtam most ki, és ezt nagyon szeretem csinálni. Sok mindent a szájába lehet adni, és ez így van rendjén is. Miket válasz el, ami nem a humorhoz kötődik? Hát volt itt most nem is olyan rég egy ilyen jótékonysági fellépés a Terész körúti robbantás sérültjei javára. Úgy tudom, hogy 1,5 milliót tudtunk összeszedni, és én ennek nagyon örülök, hogy ebben részt vehettem és segíthettem. És nagyon megható volt, mert a sérült is feljöttek a színpadra, és meghatódva köszönték meg, keresték a szavakat, és jó volt adni, jó volt, és illuszis társaságban nagyszerű kezdeményezésnek tartom, és örülök, hogy teltházat tudtunk csinálni, ennyien eljöttek. Mi az, amire készülsz a festészeten és a kiállításon túl? Van-e már új terv? Művészeti? Igen, van. Fordítás alatt van Csevala Vargas, akiről már beszéltem, életének a könyve, amit behozattam én kintről, mert itthon nincs meg, itthon nem is nagyon ismerik. Ebből én tudom, hogy nem lehet nagy szériás előadásokat csinálni, mert annyira réteg, senki nem ismeri, de én ezt missziónak veszem. Tehát ez is egy olyan, hogy mindenkinek meg kell ismernie Vargas. Tehát olyan ember ne legyen Magyarországon, aki nem tudja ki ő, és ebből csinálok egy zenés, két mariachi, tehát két gitárossal egy ilyen önálló estet. Ez a terv, ez vagy idén, ősztél, vagy jövőre lesz meg, mert most még fordítás, meg dalok kíván, meg is kell tanulnom 10 dalt, most csak 3-at tudok, tehát ez a másik nagy projekt, amin dolgozunk. Kívánom, hogy legyen erőd és sikered. Nagyon köszönöm. Köszönöm, hogy szépen. Itt voltál. Én köszönöm.